ki békességet adott mindannyiunk életében, és megtanított bennünket szeretni, mert ilyen Istenünk van mindannyiunkban. Isten kinyújtotta az ő kezét, az Úr, és minket nagy mélyből kiemelt és kihozott, és itt vagyunk az ő színe előtt, és hálát mondunk, és hálát adhatunk az Úr Jézus Krisztusnak. Hadd mondjam, három személy, volt egy olyan, amilyen mi vagyunk, egy mi fajtánk, aki elesett, belesett ott, úgy a gödörbe, és úgy a törések közé. És ment arra egy keresztény ember, ugye ő szólt neki, de nem segített. Azt mondja, beleestél, nem jó helyen mentél, rossz úton mentél. És ment a másik keresztény ember, azt mondja, máskor vigyázzál, odat néz. És ment az Úr, megállt, szót sem szólt, lenyújtotta a kezét, nem várt, hogy összeszúrják a törisset, hogy vércsorog majd az ő karjából, felemelte, és kiemelte, és elindította. Így van ez a mi életünkben is. Mindegy, hogy ki voltál, mit tettél, mit csináltál, ha teljes megigazulás, teljes megtérés megtörtént az életedben, akkor te érted is, lejól az Úr Jézus Krisztus. És én hiszem azt, hogy találkozol majd azon a napon ővel. Szolgálat.